Szombaton lesz a muskátliosztás 60-ban. Az angolon is túl vannak az érettségizők. Elbalagtak a diszi végzősei. Jó estét kívánok! Szombaton ismét muskátliosztás lesz 60-ban. A két helyszínen zajló eseményen minden 63 cserépvirágot kap az önkormányzattól. 60 város önkormányzata 5. alkalommal szervezi meg a virágosztást, ahol minden 63 cserép muskátlit vihet haza ingyen. Az elmúlt években megtartott nagy sikerű eseményhez hasonlóan idén is két helyszínen zajlik majd a virágosztás. 60 város önkormányzata 5. alkalommal szervezi meg a virágosztást. Most szombaton reggel 8 órától várjuk a 60-iakat. Az U60-iak itt a Kossuth téren vehetik át a muskátlikat, míg az U60-iak a Széchenyi István Római Katolikus Középiskola udvarán. Felhívnám a figyelmet arra, hogy a virágosztás a készlet erejéig tart, illetve kérném a 60-iakat, hogy a személyigazolványukat, lakcímkártyájukat hozzák magukkal. A szervezők hangsúlyozzák, a virágosztás a készlet erejéig tart, valamint a rendszer a megszokott módon működik majd, egy 60-i lakcímkártyával 3 cserép muskátli vehető át. Egy maláj cégről, az IKA egyik termékéről, valamint az Apollo programban résztvevő űrhajósról is kaptak szöveget a diákok a középszintű angol érettségén. A március 15 gimnáziumban 35 tanuló írásbelizett a mai napon. A mai napon angolból adtak számot tudásukról az érettségizők. A március 15 gimnázium diákjai közül sokan üdítővel és rágcsálnivalóval készültek a 180 perces írásbelire. Garami Katalin, a 12. B osztály tanulója azt mondja, az eddigi érettségiei jól sikerültek, bár a matekot egy kicsit nehéznek találta. Az angollal kapcsolatban bizakodó, bár tart tőle, hogy nem lesz könnyű. Elég nehéznek mondják, aztán remélem, hogy fog sikerülni, bár ettől félek inkább a legjobban. Hát a magyar az úgy, ahogy remélem sikerült, a történelmet is tudtam azért, hát a matek az nehéz volt, de reméljük az is fog sikerülni azért, úgyhogy nagyon bízom benne. Katalin évfolyamtársa Hadler Dávid leginkább ettől a naptól tartott, de bízik benne, hogy nem kapnak nehéz kérdéseket, és jól sikerül az angol érettségie. Ettől féltem legjobban igazából. Hát a matek után most angolnál könnyebbre számítok, hát lesz, ami lesz. Az iskola igazgatója Oroyan Erzsébet elmondta, ezen a napon 35 diák tett érettségit az iskolában. Az iskolánkban ebben a tanévben 7 osztály hagyta el az alma mátert, ez 144 diákot jelent. Ezekből, tehát ebből a számból 66-an fognak érettségi vizsgát tenni ebben a szezonban, túl vannak a nehezén, most már a úgymond választható vagy könnyebb tantárgyak fognak következni. Nagyon izgulunk velük együtt a szakmai vizsgákon és az érettségi vizsgákon is, hiszen együtt vizsgázunk, most iskola, felkészítő tanárok és diákok, nagy reményekkel vagyunk. A középszintű angol érettségén kaptak a diákok szöveget egy maláj családi cégről, az Apollo programban résztvevő egyik űrhajósról, valamint egy Hogyan írjunk bestsellert szöveg is szerepelt a feladatok között. Szombaton reggel esőben búcsúztak a diszi végzősei iskolájuktól és tanáraiktól. A diákok a folyosógon végig haladva zárták le a mögöttük álló éveket. A disziben saját osztályaikban várták a végzősök, hogy végig ballagjanak az iskolán, amit az elmúlt évek alatt oly sokszor szidhattak, szerethettek, de mindig irányt és támogatást adott számukra. S bár sokak számára nyomasztó lehet az érettségi előtti utolsó napokban a padokban ülni, a 12. A osztályban semmiféle feszültséget nem lehetett tapasztalni. Osztályfőnökük 2 évig vezette a diákokat, tapasztalatai alapján rendkívül színes egyéniségekből álló osztálynak tartja őket. Nagyon sok élményem volt, én úgy gondolom, hogy a pályafutásom alatt ez igazán felejthetetlen osztályom volt. Az osztályfőnöki órák hangulata nagyon érdekes volt, volt néhány vitánk, ez a gyerekek jelleméből, egyéniségéből akad, de úgy gondolom, hogy az érettségén bizonyítani fognak, és minden jól sikerül majd. Diákjai is alátámasztják mindezt. Csorba Ádám szerint is nagyon jó osztályközösség alakult ki. Most már leginkább az érettségi foglalkoztatja őket. Hát nem tudom, hogy a társaim izgulnak, én abszolút nem izgulok, tehát úgy fogom föl, hogy ez csak egy kihívás, mit le kell küzdeni. És hát magabiztosan, szépen, ügyesen csináljuk majd a dolgunkat. Az iskola igazgatója beszédében emlékeztette a diákokat. Amikor a küzdelmeket vívjátok az életben, érdemes visszaemlékezni, milyen intelmeket, tanácsokat kaptatok tanáraitoktól. Mi a diszi-ben alapelként fogadtuk el, hogy az iskola akkor jár el helyesen,
az oktató-nevelő tevékenységében úgy közvetít egyetemes értékeket, hogy közben állandó, kreatív gondolkozásra késztet, és nyitott mindenre, ami a tanuló fejlődését segít. Gondoljatok a határtalanul pályázatra, gólyavatóra, lampartira, vagy amikor programokat szerveztetek, diákpolgármester választáskor kampányt folytattatok, tantárgyakkal közvetlenül összenem függő feladatokat oldottatok meg együtt, egymás képességeit kiegészítve. Hozzátette, boldog diák éveken vannak túl, ám mindig tartsák szem előtt, hogy szüleik mellett az iskola is elvárja, hogy továbbra is helytálljanak a főiskolán, egyetemen, munkahelyeken és az előttük álló életben. A 60-i szimfonikus zenekar és a Grassalkovics ének együttes ad jótékonysági koncertet szombaton 18 órától a Nagy Endre rendezvényteremben. Holnap túlnyomóan napos idő várható, csapadékra nem kell számítani, többnyire mérsékelt marad a légmozgás, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8 és 13 fok között alakul, a legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 26 fok között várható. Kedves nézőink, önök a híradót látták, most a színpad következik, amelyben az Ergo koncertjének második részét láthatják majd, ha tehetik, tartsanak továbbra is velünk, viszontlátásra.